A Paksi Vakbottyán gimnázium is az az iskola, akit már régi ismerősként köszönhetünk itt a pályaválasztási kiállításon. Új igazgatója, intézmény vezetője pedig Csajági Sándor, akitől már kérdezem is, hogy mit ajánlanának az önökhöz érkező diákoknak? Hát az iskolánkban 4 és 6 évfolyamos képzés folyik. Én mind a kettőt ajánlom a megfelelő korosztálynak. Most a 4 évfolyamos képzésről beszélnék. Hát 4 különböző képzési irányunk van. Általános a iskoláról elmondható, hogy az idegen nyelvoktatást emelt óraszámban tanuljuk, tehát teljesen mindegy, hogy melyik képzés irányba jön, és teljesen általános az is, hogy az első 2 évfolyam, a 9-10-et, ha elvégzi a tanuló, 10. év végén specializált választhat, és saját elképzelésének megfelelően tanulhat tovább. A 9-10. Évfolyamon a helyi tanterv óraszámait úgy állítottuk össze, hogy elsősorban azt a képzési irányt tanulja, amit ő választott. Tehát rájön arra 10. évvégére, hogy egy matematika-fizika irány, egy komplex természettudomány, egy humán vagy egy informatika irány megfelelő neki vagy nem. Ha igen, akkor ezt folytatja tovább, ha nem, akkor tud más specializált választani. Tehát tulajdonképpen szinte 2+2-es rendszerben dolgozik az iskola, így 8-ba, 10-be és 12-be, hiszen érettségit újra választott tanuló, választási lehetősége van. Tehát azoknak a tanulók kicsit későn érők, nem tudják még, hogy mit akarnak, azoknak én ajánlom a gimnáziumot mindenképpen, hiszen van idejük bőven saját magukat kipróbálni, és ennek megfelelően választani tovább tanulási irány. Hát a másik tudjuk, hogy jelenleg a 10-20 éve ezelőtti választási lehetőséghez képest rendkívül kiszélesedett a spektruma a tanulók előtt a választás lehetőség, és ha valami 4-szer annyi, az legalább 2-szer annyi idő is kell hozzá, tehát ez is a gimnáziumot támasztja alá. Itt a standon is látszik szakkörök, diákélet, nyelvvizsga, Erasmus Plus programok, tehát az oktatáson, kifejezett oktatáson kívül nagyon sok más lehetőség is van a diákok számára, akár a szabadidő eltöltésére, vagy akár ugye az ösztöndíjak tekintetében a továbbképzésre és akár külföldön való megmérettetésre. Hát az Erasmus Plus program lassan 2 évtizedes hagyománya van az iskolában. Ezt rendszeresen a nyelvtanáink fölvárják és viszik a gyereket külföldre. Most egy 3 éves program lejár, de idén szintén pályáztunk és eredményesek, tehát következő 3 évben szintén nyugat-európai iskolákkal dolgozunk majd együtt. Így továbbra is spanyol, angol és francia nyelvterületre utazhatnak a gyerekek. Így nem csak a nyelvtudásuk, hanem a külső kultúra, az életszemléletük is változhat. A 6 évfolyamos képzésünk egy tehetséggondozó osztály, emelt matematika és emelt angol csoportokkal működik. Ez 6 éven keresztül +2 órát jelent matematika, illetve angol nyelvből, illetve többlet órákat a másik tantárgyból. Ez egy nagyon jó képességű gyerekek jönnek össze, a továbbtanulási eredmények is nagyon szépek, a komolyabb egyetemekre nyernek mindannyian felvételt. A 6 évfolyamos képzésünk egy tehetséggondozó osztály, emelt matematika és emelt angol csoportokkal működik. Ez 6 éven keresztül +2 órát jelent matematika, illetve angol nyelvből, illetve többlet órákat a másik tantárgyból. Ez egy nagyon jó képességű gyerekek jönnek össze, a továbbtanulási eredmények is nagyon szépek, a komolyabb egyetemekre nyernek mindannyian felvételt.